Csak nem 30 szünidejét töltő gyerek játszik éppen szociálpedagógusok, szociális munkások felügyelete alatt a Pécsi Kulturális Központ udvarán a nyári tematikus táborban. A napi program során még a Dombajtóhoz is ellátogatnak, ahol egy strandolás vár rájuk a Pécsi Esztergár Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szervezésében. Nekem eddig azt tetszett a legjobban, hogy a barátaimmal lehettem, megismerkedtem új emberekkel, akik kedvesek voltak, jó programok voltak, élveztem ezt a tábort, eddig jó volt. A Családsegítő már harmadik éve szervez tematikus nyári táborokat az 5-6 éves korosztálytól a 14 éves korú gyerekek számára. Céljuk a szülők segítése a hosszú nyár ideje alatt, ugyanis 10 hét nyári szünetről van szó, amikor nem kis gond a gyerekek biztonságos elhelyezése. Olyan programokat próbálunk a gyerekeknek megvalósítani, ami élményt ad. Kimozdítjuk őket a négy fal közül, hiszen szeptembertől nyárig gyakorlatilag folyamatosan négy fal között van, keveset mozdulnak ki a természetbe. És ezen kívül pedig megpróbáljuk mindenképpen a készségeiket fejleszteni, az egymásra való odafigyelést fejleszteni. Ez ugye az óvodai és közszociális segítőknek alapvetően egy alapfeladata a tanévben is. Úgyhogy ezekre helyezzük a hangsúlyt. Korosztálynak megfelelő programokat kínálnak a gyerekeknek. Többek között a Siklósi vár megtekintése, kirándulás vagy túra a meccsek legszebb helyeire, látogatás Komlóra, a Minizóba, a Mancsancsba, fürdés az Orfűi-tóban, a Kressz szabályainak megismerése a Kressz Parkban, és még kézműveskedés is várja a gyerkőcöket. A turnusok 5 naposak. Étkezést mindenki magának biztosít. A tábor ára a városban és a térségben a legkedvezőbb.